A Csobai Gárda december 10-én a Szeged 2011 elleni 3-1-es győzelemmel zárta 2017-es esztendőt. Boér Gábor játékosai ugyan közös tréningen nem vettek részt az elmúlt egy hónapban, ám a keret tagjai külön programmal készültek a januári visszatérésre. A játékosok kaptak egyéni felkészülési tervet, közös edzésünk nem volt, ugye azért volt minimális pihenőidejük is, nagyon hosszú volt az őszi szezon, de azt szerettük volna, hogy úgy jöjjenek vissza a téli pihenőből, hogy azért jó állapotban vannak a felmérések alapján, hogy most is a háttérben egy felmérés folyik. Ezek jól sikerültek, ezek az egyéni felkészülések, és tényleg megfelelő állapotban sikerült visszakapni a játékosainkat. A lilafehérek teljesítményében voltak hullámvölgyek az őszi idényben, de a hajrában 4 győzelmet arattak, így az élmezőnyben zárták az évet. Szerintem elég jó őszi szezon zártunk, hiszen 3. helyen, meg a kupába is továbbítottunk, és elég jó ellenfelet kaptunk, úgyhogy a tavaszban is ugyanennyire bizakodom. Birtalan Botondék a tréningek mellett edzőmérkőzéseken is pályára lépnek majd. Többek között a Szolnok, a Füzesgyarmat és az Arad is a riválisok között szerepel. Van most az eleje a felkészülésnek, inkább az ilyen futásokkal telik, az megszerezzük az állóképességet, illetve fokozzuk azt. Várjuk a meccseket, szeretnénk egy ugyanilyen szezont produkálni, mint ami sikerült, és szeretnénk az első 3 hely egyikébe végezni. A lilafehérek idei első tétmérkőzését február 20-án rendezik. A Magyar Kupa 8-at döntőjének első mérkőzésén a Nagy Kalinzsa lesz a rivális. A másodosztályú bajnokság pár nappal később, február 25-én az MTK elleni rangadóval folytatódik.